Sziasztok! A Retro TV műsorokat felvonultató sorozatunk immár a 124. epizódjánál tart. A sok-sok év alatt megemlékeztem már például a TJ Hooker, a Szupernagyi, a Pumukli, a Klinika, a Derik, a Talmi és Tódi, az Egér és a Motor, a Power Kapitány, az Ellen és a Fiúk, a Kac és Kutyája, a Polip, a Láthatatlan Nyomozó, a Valaki Kalandjai, a Nők a Pult Mögött, vagy éppen a Tengerparti Nyár című filmekről, sorozatokról, de emléket állítottam a Hóemberkék, a Jamie és a Csodalámpa, a Pampalini, a Baltazár Professzor, a Kíváncsi Fáncsi, vagy éppen a Leopold című meséknek is, de bemutatásra került a Muppet Show, a Benji filmek, a Folytassa sorozat, a Benny Hill Show, a Családi Mozi délután a Disneyvel, vagy akár a Tarzan filmek is, hogy csak néhányat említsek ifjúságunk kiváló tévéműsorai közül. Most pedig nézzük, miről is szól ez az összeállítás. A 80-as évek gyermekeként örömmel gyönyörködtem az amerikai rajzfilmgyártás kiválóságaiban. Ilyen emlékezetes rajzfilm volt a Pracli falva lakói című sorozat is, melyet a világhírű Hanna-Barbera Productions stúdió hozott létre nekünk. A mese akárcsak Amerikában, idehaza is óriási sikert aratott. Olyannyira, hogy bár 1985-ben készítették, de még sok-sok év múltán is műsorra tűzte a Cartoon Network gyerekcsatorna is. Magyarországra az amerikai bemutatót követően 4 évvel később érkezett meg a rajzfilm. 1989. augusztusán láthattuk idehaza a TV2-es csatornán az esti órákban, a gyerekeknek szóló blogban. Halló, öcsi, kugi, nagyi, papa, dédi, gyerkek gyorsan a sok pracli kalandjait nézni. Gyámol talant, gyámolíts, ha nagy a baj, nosza hamar, a varázsfő majd segít. Pracli kalandjait, pracli falva lakói. Gondolkodnak a mancsok, sötét mancs a parancsnok, ám az ármány bármi körbe, hopp, a bálvány bőre körme, elkapni akkora mancsot, legyőz 100 rút praktikát. Praktika! Praktika! A mese sokunknak nagy élményt szerzett akkoriban. Másnap az iskolákban az egyik fő témának számított az epizódok megbeszélése. A történet szerint adott egy település, Pracli falva, ahol az aranyos indián medvék, a praclik élnek sátrakban. A praclik főnöke, Pracli papa, aki a faluban hozza meg a döntéseket. A falu közelében egy szikla csúcsán áll egy hatalmas totemoszlop, a bálvány, amelynek varázsereje van. Praclili a hercegnő bűvös nyakékének segítségével a bálvány életre kell, s megvédi a praclikat a veszélyektől. Bálvány, kérlek, kérve, kérlek, tűnjön el minden kísértet! A praclik ellenségei a mancsok, akiknek vezetője Sötét Mancs. Uralkodni akarnak a praclik fölött, de a bálványnak köszönhetően minden tervük füstbe megy. A mese 2 évadot élt meg, de Magyarországon csak az első évad epizódjait láthattuk. A szinkron hangok között számos nagy színész feltűnt. Úgy, mint például Gyabronka József, Oswald Marika, Harsányi Gábor, Kézdi György, Hacser Józsa, Székhelyi József, Szuhai Balázs, Tordi Géza, vagy éppen Haumann Péter. Haci, Pracli, nézd a kacsákat! Látom, Praclili, hova szárnyak? Délre, nem kíváncsiak a télre. De szép rendben, a szárnyuk is együtt rendben. Megint jobban sántikálnak. Segítenek, hápikálnak. Igen. Igen, igen. Hogy látszik, sok békasót kagyfasztottam hozzá. Nem baj. Sose bán, iszunk egy kis denevértejét. Denevért, hogy ne fáradj a kedvemért. Az epizódok 20 percből álltak, s hála az internetnek a magyar nyelvű részek megtekinthetőek bizonyos oldalakon. A mese szereplői gyakran versben beszéltek, akárcsak a Frédi és Béniben. A Pracli falva lakói egy feledhetetlen amerikai rajzfilm sorozat volt, amelyet biztosra veszem, hogy a mai gyerekek is nagy örömmel néznének a televízióban. Ugye emlékeztek még erre a mesére? Ha igen, írjátok meg az emlékeiteket róla. Sziasztok! Nincs hatalma.
Segítséget kérhet Banyamancstól, csak ő képes engem leszámítva, hogy a szellemjárást irányítsa. Magyar Praclik. Praclili, Mánai Zsuzsa. Harci Pracli, Jabronka József. Maci Pracli, Székely József. Kaci Pracli, Oszlant Marika. Cibli Pracli, Batár Ender. Pracli Papa, Harsányi Gábor.